Sziasztok barátaim, üdvözöllek a csatornámon. Ma egy új hírt mutatok be Kenya Mantól és Özge Güreltől. A rajongók szívét melengető eseményekben a karizmatikus török színész, Kenya Man új lapot nyitott kollégájával, Özge Gürellel való kapcsolatában, és bejelentette, hogy végre megbocsátottak neki korábbi tetteiért. Sajtóközleményében Kenya Man őszintén és alázattal osztja meg a megbocsátás és a megbékélés folyamatát közte és Özge Gürel között, rámutatva a megújulás és a remény új pillanatára kapcsolatukban. Kenya Man és Özge Gürel története egy érzelmes sagát írt fel hullámvölgyekkel, amely az öröm és a fájdalom, a szerelem és a kihívás pillanatain keresztül viszi át a párat az évek során a média és a rajongók heves találgatások tárgya volt kapcsolatuk, de most Kenya Man Özge Gürellel bátorság és érettség gesztusával leírja a megbocsátás folyamatát, amely új megértéshez vezet. Özge Gürel Kenya Man nyilatkozatában értékeli múltbeli hibáit, és elismeri, hogy tettei hatással lehettek Özge Gürelre. Hibákat követtem el, és megbántottam azokat az embereket, akikkel a legjobban törődtem, vallja be alázatosan. Ám az idő múlásával és mélyen gondolkodva, Özge Gürelnél kezdtem el magyarázni a megbocsátás értékét és a hibáink kijavításának fontosságát. A megbocsátás nem csak a múlt sebeinek begyógyításának lehetősége, hanem egy új kezdetet is jelent Kenya Man és kapcsolatai számára. Köszönöm, hogy megnézted a videót, viszlát, találkozunk az új videókban.